Az adventi vásárokban, illetve különböző kitelepülő árusoknál is végeznek ellenőrzéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Ilyenkor a fenyőfák, szaloncukrok, édességek, játékok és műszaki cikkek értékesítését, valamint a szolgáltatások közül a személyszállítást, illetve a szépészeti szolgáltatásokat figyelik kiemelten a revizorok. Az ünnep népszerű terméke még az alkohol, így ezeknek a szabályos forgalmazását is vizsgálják a hivatal munkatársai. Az alkohol termékeket csak zárjeggyel lehet forgalomba hozni, tehát hogyha a vásárlók ilyen terméket készülnek venni, figyeljék azt, hogy rajta legyen ez a zárjegy. Amennyiben a kereskedő zárjegy nélkül forgalomba hoz ilyen terméket, az természetesen bírsággal jár. Hogyha leesik a termékről, vagy megsérül a zárjegy, akkor a kereskedőnek ezt jelenteni kell a hivatal felé, és meg kell igényelnie az új zárjegyeket, és csak így hozhatja majd a termékeket forgalomba. A kereskedők ezt ügyfélkapun keresztül megtehetik, és amíg az új zárjegy meg nem érkezik, addig a termékeket el kell különíteni. Emellett még számos más területet is ellenőriznek a NAV munkatársai. Az ünnepi időszak alatt is szigorúan ellenőrzi a hivatal a nyugta és a számlaadást, a szabályos foglalkoztatást, a termékek eredetét és az online pénztárgépeknek a használatát. Az adventi időszakot követően sem pihennek a revizorok, hiszen a szilveszter közelettével a pirotechnikai eszközök használatára és értékesítésére figyelnek a szakemberek. Hogy pontosan mikor, mit és hol ellenőriznek, a NAV honlapján hetente megjelenő adótrafipaxból tájékozódhatnak az érintettek.